Jó estét kívánok! A sportkedvelők nem fognak unatkozni a következő fél órában, hiszen ma is izgalmas témákkal várjuk Önöket. A stúdióban vendégem lesz Varga Árpád, a Taylor Hennes Univerzitás Szeged női vízilabda csapatának technikai vezetője, akivel az együttes idei szereplését értékeljük. A lányok a negyedik helyen zárták a szezont. Az adás második felében pedig beszámolunk az Zalaegerszeg Meditim Szeged női kosárlabda bronzmérkőzés utolsó felvonásáról. Donko Orsi, a klubigazgató telefonon kérdezzük majd a részletekről. Most következik rövid ajánlónk, aztán pedig kezdjük a műsort. Ezüstérmesek lettek a szegedi tekések. 50 esztendő Szeged egyik legismertebb sportembere, Petrovics Kálmán. Ahogy hallották, az előbb is nem sikerült a bravúra szegedi térférfi teke csapatának a bajnoki döntő második mérkőzésén. Karsai Lászlóék ugyanis a hazai visszavágón is kikaptak a címvédő Zalaegerszegtől, így ezüstérmesek lettek. Míg Kis Norbert és Kakuk Levente hozta a formáját, addig ez már kevésbé mondható el a többi játékosról. Sorsdöntő mérkőzése volt a szegedi teke csapatnak szombaton. Már-már megszokott, hogy az együttes a fináléban a Zalaegerszeggel küzd meg a bajnoki aranyéremért. Karsai Lászlóék eddig 8-szor, a Zalaegerszeg pedig 2-szer ünnepelhetett. Az idei döntő a zalaiak otthonában kezdődött, a tiszapartiak 6-2-re kikaptak. Matematikailag és az előzmények tekintetében az első vereség ellenére is minden esélye megvolt a Szegednek a hétvégén arra, hogy fordítson és megszerezze a bajnoki trófeát. A Bajnokok Ligája sorozat 4 közé jutásáért szintén ez a két magyar együttes harcolt meg egymással. Akkor a szegedi csapat a 6-2-es zalai kudarc után a visszavágón 7-1-re győzte le a kékmezeseket. Hasonló bravúrt vártak tőlük a szurkolók szombaton a hazai bajnokságban is. Szél Tibor önmagához képest gyengén szerepelt, ám ennek ellenére is pontot szerzett csapatának. Ugyanez már nem mondható el a piros mezesek legrutinosabb játékosáról. Karsai Lászlónak a hét közepén becsípődött a dereka, csütörtökön az edzést is ki kellett hagynia, szombaton viszont mégsem erre fogta igen rossz formáját. Voltak ennek előzményei, most én nem akarom visszapörgetni a előző meccset, meg a kaposvári bajnokságnak, az alabajnokságnak az utolsó fordulóját, tehát nagyon sok mindenen dőlt el, mert ha Kaposváron nem 5-3-at, hanem 6-2-t játszunk, akkor megfordult volna, akkor mi megyünk Zalaegerszeg, ők jönnek ide előbb is, most mi mentünk volna, tehát de nincs ha, tehát ez már így történt, most nem tudtunk felnőni abszolút a feladathoz. Farkas Sándor 596 fával, 3-1-es szett aránya a Farkas Sándor, illetve a Zalaegerszegé a csapatpont. A Szeged csapatkapitánya csupán 554 fát gurított. Az tény, hogy most nagyon nehéz a pályánk, benne van az 580-570-es eredmény bárkinek, bármikor, de hát erre nem lehet, nehéz rajta 9-est ütni, nehezebben dől, de erre nem lehet fogni semmit. Tehát 500 alatti eredményt, 550-es eredményt se nagyon lehet megmagyarázni szuperligás vagy válogatott játékosoknak. Eddig mindig előnyt jelentett a hazai pálya, most úgy látszik, valaki pont erre panaszkodik. Ebben viszont nincs egyetértés a klubon belül sem. Én ezeket az indokokat nem tudom elfogadni. Ez a pálya hétről hétre, hónapról hónapra itt van. Ugyanezen a pályán győztük le az Zalaegerszeget ezelőtt 3 hete, bajnoki mérkőzésen is, és a BL visszavágón is, nem ilyen teljesítménye, ha akkor is ilyen teljesítményt ütöttünk volna, akkor ugyanúgy kikaptunk volna. Tehát én úgy gondolom, ez nem pálya probléma, a pálya az állandó, a pálya az egy jól karbantartott nehéz pálya, munkás pálya. Én úgy gondolom, ez nem lehet, és nem tudom elfogadni senkitől se, hogy pályára hivatkozzon. A bajnoki döntő egyik érdekessége, hogy sem a Szeged, sem a Zalaegerszeg nem tudott 600 fa fölött gurítani. A legjobb eredményt a kékmezesek világbajnoka, Farkas Sándor érte el 596 fával. Győzni jöttünk Szegedre, nem gondoltuk volna, hogy viszonylag gyenge összfával is tudunk nyerni. Mindenféleképpen hetek óta úgy készül a csapat, hogy valahogy meg kell nyerni a mérkőzést, vagy úgy kijönne a mérkőzésből, hogy mi legyünk a bajnokok. Ez hál' Isten sikerült nekünk most. Úgy érzem, egyfajta visszavágó is ez a BL miatt. Hát, hogy visszavágó vagy nem, egy kis szépség tapasztalán azok után, hogy ott csúnyán kikaptunk a
a Szeged csapatától. A harmadik kört Kovács Péter és Petekettő László kezdte meg a szegediek részéről, ám az első 30 kurítás után cseréltek a hazaiak. Pete helyett Földesi Zsolt kapott lehetőséget. Nagyon nehéz a pálya, és talán mi jobban kezeltük ezt a pálya nehézségét. Csak ennyi. Két egyforma képességű csapat, ennyi döntött. Meg szerintem egy rossz csere. Rossz csere. Rosszul cserét a Szeged, én úgy látom. A hazaiakon ez a csere sem segített. Földesi Zsolt még az 500 fát sem érte el. Mindössze 497-et gurított. A szegedi klub vezetése már a jövőn és a változtatásokon gondolkodik. Le kell üljünk a játékos részén, vége van a bajnokságnak. Már csak egyéni versenyek, illetve a világbajnokság van hátra. Le kell üljünk a játékosokkal. Van elképzelésünk, hogy kit szeretnénk megtartani, és ki az, akitől minden rossz részén megválunk. De tudni kell, hogy sajnos nagyon-nagyon kevés jó játékos van a piacon Magyarországon, aki hadrafogható és ebbe a csapatba igazolható. Én azt hiszem, hogy ha sikerül a kulcsjátékosokat megtartani, melléjük ifjúságokat fogunk igazolni, és egy kicsit újjá kell építenünk a csapatot. Ez a csapat az elmúlt 12 évben sikerre halmozott. Egy-két játékos, én úgy gondolom, eltelt a sikerrel, valahogy a motiváció talán csökkent, és azt is tudomások elvenni, hogy akkor mindenki fölött halad, tehát a fiatalok jobb, úgyhogy megpróbálunk fiatal játékosokat igazolni. Az elmúlt években sikerre halmozó együttes jövője még kérdéses, hiszen nem tudni, mekkora büdzséből gazdálkodhat a klub a következő szezonban. Szerződéseket is csak akkor fogunk tudni kötni, ha nekünk is meg lesz kötve a várossal a szerződésünk. Várhatóan is az ígéretek szerint ezen hónap végére realizálódik, és természetesen utána látjuk azt, hogy milyen anyagi kondíciókkal rendelkezünk, és ennek tudtába fogunk tudni tárgyalni. A Teke is egyre inkább pénzigényes játék, főleg ezen a szinten, ahogy mi játszuk, úgyhogy mindenféleképpen az anyagi kondíciók fogják eldönteni azt, hogy hogyan tudunk építkezni az elkövetkező időszakban. Elnézést kell, hogy kérjek a közönségünktől, mert ez, amit ma a hazai csapat, azt hiszem néhány játékos sem produkált, ez nem volt méltó egy szuperliga döntőhöz. Az Zalaegerszeg teljesen megérdemelten győzött. A Szeged végül 5-3-ra maradt alul, így a Zalaegerszeg harmadik alkalommal szerezte meg a bajnoki címet. Ez most így sikerült, aztán megpróbáljuk jövőre kijavítani ezt a hibát. Próbálunk tanulni a hibáinkból, és jövőre megpróbáljuk bebizonyítani, hogy mégiscsak van még itt bajnokcsapat Szegeden. Bajnokcsapat! Bajnokcsapat! Nem csak a szegedi tél férfi Teke csapata fejezte be a bajnokságot a hétvégén, hanem a Taylor Hennes Universitas Szeged női vízipóló együttese is. Vendégem a stúdióban a klub technikai vezetője Varga Árpád. Szervusz, jó estét! Szervusz! Nektek is véget ért a szezon, a csapat bejutott a legjobb négy közé, ott azonban a bronzmeccsen nem bírta a talán egy kicsit erősebb Eggerrel, és a negyedik helyen végzett, de azért ez sem rossz eredmény ettől az együttestől. Hát sőt, két évvel ezelőtt még a másodosztályban lévő bajnoki címeket ünnepeltünk, tavaly hatodikok lettünk, idén negyedik hely volt a minimális elvárás, ezt teljesítette a csapat, úgyhogy minden előttünk végző csapattal szoros eredményt játszottunk, az Eger ellen is a három meccsen eldőlt, sajnos három vereséggel eldőlt a harmadik hely sorsa, de a második és illetve a harmadik összecsapáson komoly küzdelemre készítettük a most már bronzérmest, hogy minden elismerés a lányok és sikeres évet zártunk, úgy érzem. Annál is inkább, mire egy kupadöntő is az ősszel sikerült egy kupadöntőt is játszanunk, úgy összességében sikeres évet zártunk. Sőt, hát majdnem lett még egy szegedi mérkőzés, hiszen a második találkozó a bronz csata során csak hosszabbítás után dőlt el, és komoly sanszotok volt arra, hogy megráncigáljátok. Igen, a régi Szuja-medencében már sátor nélkül egy fantasztikus hangulatú mérkőzést játszottunk, ahol 12-10-re vezettünk, onnan kiegyenlített az Eger 17 másodperccel a vége előtt, ugye következett a 2-3 perces hosszabbítás, és ott egy góllal maradtunk alul, ott is kicsi múlott az 5 méteres párba, és kicsi múlott a győzelem is, hogy megnyerjük a hazai találkozót, és akkor tovább játszunk a bronzéremért. Ezzel a negyedik helyen egyébként a vezetők és a szponzorok is elégedettek, hiszen azért egy kicsit új csapat épült a nyáron, és nagyok voltak a várakozások. Igen, ez volt, a négy közé kellett kerülni, ez volt az elvárás, ezt magabiztosan teljesítette a csapat. Gyakorlatilag az alapszakaszban és a középszakaszbali eredményünkkel már rég úgymond bejutottunk ponttal, magasan ponttal
ebbe a négy közé, és itt is jól szerepeltünk. Úgyhogy igen, elégedett a vezetőség is, és a lányok is magukkal elégedettek, mert ez volt a célkitűzés. Szerettük volna, nagyon szerettük volna a bronzérmet megcsípni, ezért még hétvégén, pénteken játszottuk ugye az utolsó mérkőzést, még kicsit keserédes volt a hangulat, de hogy múlik az idő, ezért a realitás az, hogy ez egy sikeres év volt. Úgy tűnik egyébként, hogy megfelelő kulcsembereket tudtatok ide csábítani, hiszen Tóth Ildikó és Drábóczi Rita is igazi vezéregyeniség volt, ahogy ezt egy válogatott az illik. Igen, maximálisan jó sikerült, és nem csak a játéktudásban, hanem a csapatba való beilleszkedésben, és egy nagyon fiatal társasággal dolgozunk együtt, és ehhez is tökéletesen beleillettek a képbe az Ildi és a Rita, és valóban, ahogy mondtad, a vízilabda tudásuk még megkérdőjelezhetetlen magyar válogatottak révén, és ezt a teljesítményt a klub szinten is hozták. Volt egy hatodik hely, most egy negyedik, jövőre megcélozzátok azt, hogy esetleg egy helyjel előrébb lépve összejön a dobogó, mi kell hozzá? Sok minden kell hozzá, még folynak az egyeztetések, a tárgyalások, a főszponzorunknak nagyon köszönjük ezt a két évet, hogy ilyen sikeres első osztályú szereplést tudhatunk magunk mögött. Emellett a város is nagy támogatást nyújt, és a Napfényfürdő Aquapolis is jelentős segítséget nyújt a fölkészülésünkbe. Folynak a tárgyalások, nyilván saját erőből, egyelőre még az utánpótlásunk nem áll olyan szinten, hogy ezt csak a megtartott játékosokból és az utánpótlás nevelő munkából előre tudjunk lépni. Erre most még konkrét választ nem tudok adni, szeretnénk megtartani ezt az előkelő negyedik helyünket, és hasonlóan sikeres évet zárni. Konkrétumokat még most nem tudok mondani. A kulcsemberek közül kik azok, akiknek most lejár a szerződésük, tehát kikkel kell most újra tárgyalni, hogy maradjanak? Szinte mindenkivel újra kell tárgyalni, ugye ez egy újonnan friss egyesület, újonnan lettünk első osztályúak, hosszú távon nem tudtunk elkötelezni senkit Szeged mellett, de pozitívan nyilatkoztak, mindenki szeretne maradni, a vezetőség is ezen dolgozik, és ezt szeretnénk ugyanezzel az összeállítással esetleg picit erősödve folytatni a következő évben. Hát reméljük, hogy ez a kiváló szezon jó alap lesz majd a tárgyalásokhoz, és bízunk majd, hogy minél több játékost itt tudtok tartani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kétszeres világbajnok kajakos, az LDF Démás Széget klubigazgatója, amatőr zenész, boldog családapa és kiváló ember, néhány napja pedig már 50 esztendős. Aki eddig nem sejtette, hogy kiről van szó, a fent említett úriember nem más, mint Petrovics Kálmán, vagy ahogyan mindenki ismeri, Petró. Az elmúlt években sokféle szerepben láthattuk már Petrovics Kálmánt. A korábbi kétszeres világbajnok kajakos a vízitelepen és a Matyéren is állandó vendég, sőt az utóbbi időben néha egy-egy sárkányhajó versenyen is feltűnik. 2009-ben megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét, Szegeden pedig kitüntették a Szeged sportjáért díjjal. A népszerű Pedro a városi tévében is rendszeresen feltűnik, akár interjúalanyként, akár mesélőként. Az 50. születésnapját a múlt héten ünneplő sportemberről kevesen tudják, hogy nem is a Napfényvárosából származik. Szeged az életem másik fele, az egyik fele volt Nagymarosvác, Dunakanyar, a másik fele most már a nagyobbik fele az életemnek Szegeden zajlik. Ide köt azt gondolom, hogy minden. Ide köt a baráti társaságom, ide köt elsősorban a közvetlen családom, feleségem, két gyerekem, az ő rokonságuk. Tehát az elmúlt 32 évben, vagy 31 évben nagyon erősen kötöttem Szegedhez, és most már azt gondolom, hogy legalább annyira szegedi vagyok, mint nagymarosi. A kettő együtt. Hazamegyek akkor, amikor innen oda megyek, és hazajövök, amikor onnan ide jövök. Petrovics Kálmán 1961-ben született Vácon. A kamasz éveit Nagymaroson töltötte, hiszen ott él családjával, szüleivel, bátyjával, valamint két öccsével. Nem is meglepő, hogy a Duna mellett felnőtt kisfiú megismerkedett a kajakkal. Elég pufi kis srác voltam, és az osztályba csúfoltak ezért, viszont volt két kajakos, meg egy atléta, akik az osztály elitjébe tartoztak, és azt gondoltam, hogy nekem is illik oda jutnom, úgyhogy elkezdtem sportolni. Nagymaroson két sportágat lehetett űzni, focizni vagy kézilabdázni, és ezen kívül volt a kajakkenó, ami olyan elérhetetlennek tűnt, egy olyan zárt közösség, meg figyelmeztettek rá, hogy hát azért a csónakdába, mert nagymamám így hívta, hogy a csónakda, a csónakdába csúnyán beszélnek, ott igazából nem biztos, hogy oda le kéne mennem nekem a tanítónéni fiának. Természetesen ott kötöttem ki, minek utána a focipályán a legjobb esetben kapufa voltam, vagy a labdámat használták a srácok. A második évben azután, hogy elkezdtem kajakozni, már országos bajnok lettem Serdülőbe, így aztán viszonylag hamar fölfigyeltek rám, és én is fölfigyeltem a kajakkenóra, mert nagyon szerettem, rettenetesen megszerettem azt a közeget, azt az élményt, ahogy a vízzel harmóniába lehet
nem is uralni a vizet, együtt élni vele. Én imádtam az úszóhajók, vagy az úszályok és a tolóhajók mögött a hullámokon kajakozni. Imádtam az ártéri erdőbe bemenni, a fák között vadkacsákat kergetni. Tehát az extrém részét is kipróbálhattam ott ennek a sportágnak, és nagyon-nagyon megszerettem. Az érettségi után 1980-ban került Szegedre. A főiskolán földrajz testnevelés szakon tanult. Úgy kerültem Szegedre, hogy akkor a Pusztai István által vezetett egyesületi Ávia, vagy ZIL, ebben nem vagyok biztos, teherautónak a platóján egy basszusgitárra betakarózva jöttem le zuhogó esőbe Szegedig, és mentem be a kollégiumba, és 2 évig bizonytalan volt, hogy kajakkenu vagy zene. Igazából a kajakkenu miatt jöttem le, de a katonaság alatt elkezdtünk zenélni, és ott azt nagyon megszerettem, és egy nagyon jó csapattársaság alakult ki itt a főiskola 1.-2. évében. Végül is a kajakkenu mellett döntöttem, azt hiszem jól. 1985-ben lett először világbajnok 10.000 méteren a férfi négyessel Mechelenben, a következő 2 évben is érmet hozott haza a VB-ről. 1000 méteren a négyessel 1986-ban bronz, 1987-ben pedig ezüstérmet szerzett. A csúcsa 1990-ben ért fel, a dániai maratoni VB-n kajak egyesben az első helyen zárt. Az az igazi szerintem egyes maraton világbajnoki aranyérem, ami teljesen váratlan volt. Tehát úgy utaztam ki, hogy nem is gondoltam volna, hogy ott nyerni sikerül, tisztes helytállásba bízva próbáltam mindent megtenni azért, hogy sikerüljön. Ehhez még hozzátartozik, hogy előtte a Janics Milán barátommal 2 hónappal előtte Bécsből Budapestre egy nap alatt lekajakoztunk, és 3 hétig gízbe volt mind a 2 kezem, és ezek után sikerült a világbajnokságon nyerni. A koppenhágai versenyen a kor egyik legjobbjával, a svéd Gustafssonnal csatázott. Egyszer 7 és 800 méter körül valamikor megtámadtam, de akkor láttam, hogy ez nem fog menni, tehát nem fogom csak úgy megelőzni és előre menni. Egyetlen egy esélyem az utolsó 150-200 méteren megpróbálni, egyszer, talán egyszer sikerül. És valóban így is lett, a végén megpróbáltam. Itt 150 méter a cél előtt robbantottam, fölmentem egész mellé, párhuzamosan egymás mellett mentünk az utolsó 150 méteren, és hát hogy aztán mitől nem, végül is én nyertem egy, nem tudom, egy 30-40 centivel. A sportoló pályafutásába 2 olimpia is belefért volna. Az 1984-es a Los Angeles-i játékokra politikai okokból nem mehetett el a magyar csapat. 1988-ban Szóban ott lehetett, de végül mégsem versenyzett. A válogató versenyek közül 2-t mi nyertünk, 1-et a Haiti borék, és a Béla öcsémmel nekünk kellett volna szerintem indulni. Aztán kint kiírtak egy válogató versenyt, amire mi különösebben nem is készültük, azt gondoltuk, hogy azt meg fogjuk nyerni, és a válogató előtti délutáni edzésen, amikor 200 métereket mentünk a csipesékkel, akik egyébként bronzérmesek lettek 500 párosba a Csipes Ábrahámmal, akkor eltört a Bélának a lapátja. Akkor voltak az első vinglapátok, amiknek nem volt egyáltalán utánzata, nem volt tartaléklapát, kölcsönlapáttal kellett másnap versenyezni, egy nap haladékot se adott a szövetségi kapitány, és így egy nagyon kis különbséggel, de kikaptunk a helyi rajna párostól, így ők indultak. Én nekem nem maradt más, mint hogy videóztam, amit akkor nagyon szerettem, és egy kis filmet is készítettem aztán ebből az élményből. A kétszeres világbajnok sokat versenyzett a testvérivel együtt, Bélával. Az öccse akkor is ott volt, amikor befejezte a pályafutását. Az első versenyem Tatán volt, ez egészen biztos, és emlékszem apró pontokra, akik a távolba mentek előttem és távolodtak, annyival le voltam tőlük maradva, az volt az én mezőnyöm, ez előjön nagyon erőteljesen egy kép, hogy mennyire le voltam maradva, és mégsem szegte a kedvemet, hogy jaj, ők mennyivel jobbak, mert tudtam, hogy én akkor kezdtem el, és valahogy el kell kezdeni. Az utolsó versenyem, talán az utolsó, lehet, hogy utána még próbálkoztam egy kicsit, de az igazi utolsó versenyem itt Szegeden volt, egy kőolajkupa maratoni verseny a Tiszán, amikor már a hátam sérült volt, ugye a Bécs-Budapest hosszú nagy maratonin elszakadt a hátam, vagy egy izom, nem sikerült rendbe jönnöm, és a Béla öcsémmel elhúztunk a mezőntől, vagy 300 méterrel, és utána az a sérülés kiújult, elkezdett bekötni a vállam, és elzsipadt a teljes bal kezem, úgyhogy a végén egy kézzel még egy darabig hadakoztam, aztán mondtam, Béla, menjél, mert a többiek utolérnek, és ki kellett állnom. És azt gondoltam, ha nekem versenyt kell feladnom, akkor én nekem már nincs tovább.
Petrovics Kálmán ezután egy rövid ideig a civil életben próbálkozott, majd 1997-ben visszatért az Olajbányás Sportegyesülethez, amelyből mára az ország egyik legjobb és legeredményesebb klubja lett. Ez nyilvánvalóan nem az én érdemem, hanem egy közös munka érdeme, amiben elnökök, elnökségi tagok, szponzorok, támogatók, barátok, sportszerető emberek közös munkája, edzők nagyszerű szakmai felkészültsége és hozzáállása, és versenyzők áldozatkész munkája és felkészülése az, ami benne van. Ebből áll össze egy ilyen egységé, ebben kell kohéziót teremteni, ebben kell nekem koordinálnom, nekem úgy segíteni az ő munkájukat, hogy mindenki hozzá tudja tenni a magáét, és ezzel a közös munkával jutottunk el idáig együtt, amire természetesen én nagyon büszke vagyok. Az EDF Némásszeged klubigazgatójának abban is nagy szerepe volt, hogy Janics Natasa Szegedre került. A háromszoros olimpiai bajnok édesapjával sokat versenyzett együtt, sőt egyszer 24 óra alatt leeveztek Bécsből Budapestre a Dunán, ez még most is emberfeletti produkciónak számít. Milan Janics Szegeden is készült Kovács László irányításával. 82-től kezdve inkább mi már rendszeresen jártunk közös edzőtáborokba, és nagyon jól összebarátkoztunk a Milánnal. Fantasztikus, értékes ember volt, és nagyon-nagyon szerettem, és nagyon jóba voltunk. És amikor az olimpia után olyan helyzetbe kerültek a saját országukba, hogy a Milán úgy döntött, hogy el kell jönni a gyerekeknek ahhoz, hogy eredményesen tudjanak tovább kajakozni, akkor engem keresett meg, és így került a Natasa hát a szegedi klubba, illetve a Kati nénihez többnyire Budapestre edzőtáborba, és akkor egy jó darabig itt volt a Mityó és Sztyepán is, aztán most már tudjuk, hogy a Mityó itt maradt, most már szegedi polgár, és a Natasa is itt van, és remélem, hogy itt is maradnék sokáig. Korábban már szó esett egy másik szerelemről, a zenéről is. Petrovics Kálmán még a kajaknál is hamarabb ismerkedett meg a hangszerekkel. Gyerekkoromban 4 évig hegedültem. Aztán egy hideg téli délutánon a hegedűn csúszkálva eltört a hegedű lelke, és nagyon sokba került a javítatás, és aztán úgy döntöttek a szüleim, hogy talán mégse kéne hegedülnöm, hogyha nem tudom megbecsülni a hangszert. Én utána kezdtem el sportolni, és valahogy a zene szeretete bennem maradt. Amikor a gimnáziumban a szalagavató előtt arra készültünk, hogy az osztály milyen produkciót csináljon, akkor 3 zenész osztálytársammal együtt kitaláltuk, hogy zenekart alapítunk, és mondták, hogy te úgyis hegedültél, te leszel a basszusgitáros, mert azon is 4 úr van. Melyik vagy te pontosan? Képen. Ezzel a nagy basszusgitárral, itt is, meg itt is, Heves Imrével, itt is Kozma Tibi, az Ergónak a gitárosa, ő játszott a főiskolának a dísztermében, van egy koncert, vagy egy előadás. Egy picit jazzes, de saját zenéket, funky jazzes számokat játszottunk. Komás Gyula tanár úrral Szegeden újjáélesztették a Memphis zenekart, másfél évvel ezelőtt léptek fel utoljára egy szalagavaton. A sportolói eredmények mellett arra is nagyon büszke, hogy Heves Imre meghívta a 30 éves jubileumi ünnepségére. Petrovics Kálmánnak saját dalai is vannak. Az 50, a harangok, a győzelem és a repül az élet is az ő szerzeménye. Pedro egyik különös ismertetőjele a hosszú haj, ennek viszont semmi köze a zenéhez. Nekem hosszú hullámos göndör hajam volt, azzal rohangáltam föl alá, és a szomszédok szent meggyőződése volt, hogy egy kislány van a családban, és jöttek át locsolkodni, aztán talán eleve lánynak is készültem, hál' Istennek azért egyéb oka, mint hogy hosszú hajam, vagy egyéb alapja ennek nincsen, vagy háttere, és aztán a gimnáziumban is hosszú hajam volt. A katonaság után mindenféleképpen azonnal meg akartam irdatlan hosszúra növeszteni a hajam, és élvezem, hogy ilyen. Szeretem, nincs semmi különösebb oka. A zenéléshez meg aztán végképp nincs köze. Petrovics Kálmán büszke családapa, boldog házasságban él. Feleségem olyan hátteret adott, ami lehetőséget adott nekem az önmegvalósításra, ezért nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert enged azzal foglalkoznom, amit szeretek, amit élvezek, és egy stabil, biztos hátteret ad hozzá, illetve hát a nagyrészt az ő közreműködésével neveltünk föl 2 olyan gyereket, akire szintén nagyon büszkék lehetünk, mert Panni is, meg Máté is most már felnőttként úgy boldogul az életben, és olyan emberek lettek, akikre lehetünk büszkék joggal, és ez nagyrészt neki köszönhető. Az építészmérnökként végzett Máté fia vitte tovább a családi hagyományokat, hiszen a 23 esztendős kajakosnak már van érme maratoni világbajnokságról, most pedig a szegedi síkvízi VB részvételért küzd. Az édesapa most már csak a partról követi az eseményeket.
A Márton Sanyi barátom, ahol ültem utoljára kajakba másfél évvel ezelőtt. Körülbelül. Igen, igen. Párosban itt a Tiszán kajakoztunk. És nem hiányzik néha a víz? De. Az egyetlen probléma, hogyha beülök a kajakba, akkor a hasam fölnyomja a tüdőmet, és nem kapok levegőt, tehát egy kicsit kényelmetlen. Úgyhogy kellene valami olyan kajakot találni, amiben hanyatfekve lehet kajakozni, ezt még nem találták föl, vagy amiben komfortosabb lenne, vagy, ami talán reménytelenleg tűnik, de mégis ez lenne a jó megoldás, a pocakokból lefaragni egy kicsit. Hát ezen vagyok. Az egykori kiváló kajakos, az amatőr zenész, a klubigazgató és a büszke családapa Petrovics Kálmán a múlt héten ünnepelte az 50. születésnapját barátai körében. Azt mondja, a következő 50 évre is vannak tervei. Az egyik az, hogy a nyári szegedi világbajnokság eredményekben és élményekben is gazdag legyen. Még egy hír a kajakkenu világából. A Matyér 3 év múlva egy újabb világversenynek adhat otthont, hiszen a Nemzetközi Szövetség a hétvégén úgy döntött, 2014-ben itt rendezik majd az ifjúság és U23-as világbajnokságot. Kajakkenu után kosárlabda 17 órakor kezdődött a Zalaegerszeg Meditim Szeged női kosárlabda bajnoki bronzmérkőzés utolsó, harmadik felvonása. A szegedi együttes sajnos 2 ponttal kikapott. Itt van velünk a telefonon a túlsó végén, hogyha minden igaz, Domokos Mihály, a csapat ügyvezetője. Szervusz, Misi, hallasz-e minket? Szervusz, igen. Ha jól tudom, akkor a csapatnak nem sikerült a hajrá, hiába vezettetek végig, kikapott az együttes 63-61-re. Mi történt a végjátékban? Hát ez elemzés kérdése még sajnos. Végig vezettünk a mérkőzésen. Egy másodpercig vezetett az Zalaegerszeg, az utolsó másodpercre kapott kosárral egyenállásnál szerezték meg a győzelmet. Egy kiéhezett két csapat küzdelme volt. Én azt mondom, hogy most messze a szerencsésebb csapat nyert. Le a kalappal a mi lányaink előtt is, hiszen egy nagyon zaklatott év, nem vagyunk túl, és a negyedik helyén nem kell szégyenkeznünk, ha bár kiénekelték a szánkból a sajtot, és ez nem olyan szájíz, mintha mi utaztunk volna haza a harmadik helyen. Mennyire volt egyébként egyoldalú a mérkőzés játékvezetői szempontból, hiszen az első mérkőzésen azért komoly hazai pályát kapott az a Zalaegerszeg, ez több fórumon is megjelent. Ma hogy volt? Ma teljesen korrekt volt, hát a végjátékban vitatható ítélet volt, de végig kiegyensúlyozott normális játékvezetést kaptunk most is, és a szegedi mérkőzésen is. Most csak magunkba keresettük a hibát. Egy apró összevétel, hogy az utolsó negyedben 7 pontot tudtunk dobni, ami a mérkőzés végkimenete szempontjából, hát ez igen elgondolkodható. Azért 2 hónappal ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy a csapat majd bejut a 4 közé, és hát egyetlen egy lépésre lesz a bronzéremtől. Éppen ezért lehet, hogy holnap már azért teljesen elégedettek lesztek ezzel a 4. helyen. Nem az elégedetlenség szól ilyenkor egy vezetőből, hanem ott volt a lehetőség, és a mi kezünkben volt végig a mérkőzés, 2-szer vezettünk 12 ponttal, és még egyszer mondom, az a legelszeg egyetlen egyszer nem vezetett ezen a mérkőzésen, kivéve egy másodperccel. 2-szer kiegyenlített a végjátékba, de nem vezetett így a saját magunk támadó játéka gyengesége miatt nem örülhetünk a bronzéremnek. Még nagyon örülök neki, hogy ilyen eredményes évet tudtunk zárni, ilyen hányatatott sorssal, mint ami ebben az évben a klubunkat érte. Ez nagyon bízom benne, hogy és szeretném is megköszönni, hogy akik bíztak bennünk, az továbbra is méltónak és érdemesnek tartja a csapatot támogatni, és akik viszont kérkedve néztek elébünk, és az összeomlás lehetőségét virította föl az ő szemükbe, azoknak pedig kellő példa volt, hogy kitartó, odaadó, fegyelmezett munkával ez a csapat még hosszú ideig fogja tudni szolgálni Szeged kosárlabdázását, és ezáltal Magyarországét is, és reméljük, hogy Európába is meg fogjuk tudni mutatni, úgy, mint az elmúlt 6 évben folyamatosan. Az biztos, hogy a fiatal csapat bizonyította, hogy azért komoly erőt képvisel. Misi, köszönöm szépen az interjút, gratulálunk azért a 4. helyezési útat kívánunk a csapatnak majd hazafelé. Köszönöm szépen. Ennyi volt ma az Aréna. A jövő héten a húsvét ünnepek miatt nem találkozunk friss témákkal és új adással, majd 2 hét múlva, május 2-án várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, a viszontlátásra!